Mindent, amit tudni akartál a Nőklapja szerzőiről, a cikkek mögött meghúzódó történetekről, azt most nem félünk elmesélni. Mi nőklapjások. Mindig is az volt az álmom, hogy a Nőklapjánál leszek újságíró. Ezzel 31 éves koromig nem is foglalkoztam. Akkor lett a legkisebb gyerekem 3 éves, és akkor mondtam azt, hogy akkor nekem, én most kapok egy évet, eljövök ide a Média Akadémiára, és meglátjuk, hogy mi lesz. És fél év után már gyakornok voltam, és egy év után kerültem a Nőklapjához. Eleinte leginkább családanyagokat írtam, mert hogy van 3 gyerekem, tehát hogy ez így adta magát. Aztán jöttek a lélekanyagok, utazás, és mostanra már mindent írtam, és ezen gondolkodtam, hogy mit szeretek a legjobban írni, és rájöttem, hogy pont ez a lényeg, hogy mindent. Tehát szerintem a mi munkánkban ez a legcsodálatosabb, hogy minden hét más. Tehát múlt héten beleástam magam egy Afrika felfedező nőnek az életében a 19. századból. Előtte héten életmódváltókkal töltöttem itt a szombatot, és sírtunk, zokogtunk, nevettünk egymás vállán. A legfőbb hobbim az a sütés és a főzés, és ezzel párhuzamosan az életmódváltás is az lett, mert amióta tudok sütni és főzni, azzal együtt meg is híztam. De most már tudom, hogy kell egészségesen főzni, tehát most már ez is megy. Nekem az egy irányított meditáció, tehát amikor nekiállok akár egy húst rendesen előkészíteni, bepácolni, megsütni, de amikor csokoládés eklerfánkot készítek, az is. Ennek a családom is örül, és ez a munkámhoz is kapcsolódik, mert én szerkeztem a konyharovatot. Tehát én azt mondom, hogy amikor én szakácskönyvet lapozgatok, vagy főzős műsort nézek, én akkor is dolgozom. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én szeretem a hétköznapokat is, meg a hétvégéket is. Tehát, hogy nekem nincsen ez a hétfő gyűlölet. Azért sem, mert hétvégén is szoktam dolgozni, de egyébként sem. Tehát, hogy én annak is örülök, amikor pihenhetek, és annak is nagyon örülök, amikor dolgozom. Amikor épp nem cikket írok, akkor azon gondolkodom, hogy mi legyen a következő. Én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok.